Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. 8 igen, 1 nem és 6 tolszkodás, mert elfogadtuk. Köszönjük szépen. Növelték az intézményi ellátórendszerre szánt keretet, de a nem kötelező feladatok ellátásának támogatását jelentősen csökkentették. A Jászberényi Városházán aláírták az idén életbe lépő tanulói szerződéseket. Jászfényszaru kivételével megyénk lakossága csökkent. Valentin napon köszöntöm kedves nézőinket, önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják 18 településről 18 órától. Elfogadták Jászberény város 2020-as költségvetését. Az elmúlt hetekben sem közeledtek a politikai oldalak elképzelései a költségvetés kialakításáról, így nem született konszenzus, sem az informális ülések, sem a bizottsági munka közben. A városi büdzsével kapcsolatban csupán két módosító javaslatot adtak be, ami jelentősen nem változtatta meg annak szerkezetét. A fő összeg 9 milliárd 885 millió forint, melyből a már elkezdett fejlesztéseket szeretnék befejezni, növelték az intézményi ellátórendszerre szánt összegeket, de a nem kötelező feladatoktól továbbra is elvontak általánosan 40-60%-ot. Talán a mai napon egy olyan költségvetés került elfogadásra, melyet még hogyha nehéz is, de mindannyian meg tudunk szavazni. Bizakodva terjesztette be Jászberény város képviselőtestülete elé a polgármester a 2020-as költségvetést. Az elmúlt hetek eredménytelen tárgyalásainak kronológiáját hosszasan foglalta össze felvezetésében, melyről közel fél órában mi is beszámolunk a Nézőpont február 5-i műsorában. Mindenek eredménye, hogy érdemi, közös munka nem történt a politikai oldalak között, az álláspontok nem közeledtek, közben pedig kiderült, hogy az újabb 800 milliós fejlesztési hitelfelvétel engedélyét nem kapja meg a város az államtól. Többször mutattuk már a költségvetést alakító főtételek felsorolását, de a számok az elmúlt hetekben is változtak. Az állami normatívák hiába hoznak a 2019-eshez képest 85 milliós többletet, az adóerőképesség eleve elvon 502 milliót, a szolidaritási hozzájárulás 184 milliót a várostól. Ehhez jön az Electrolux távozása utáni, közben többször átgondolt, jelenleg már csak 500 millióra datálható űr az iparűzési adóban, illetve a kormányengedélyre váró további fejlesztési hitelfelvétel, ami jelenleg 620 milliós fejlesztési forrás hiányt mutat. A költségvetés főösszege 2020-ban 9 milliárd 885 millió forint lesz. A polgármesteri előterjesztésben olvashattuk, hogy ezek után a városvezetők úgy kezdtek a költségvetés elkészítéséhez, hogy megnézték, hol van a legnagyobb bizonytalanság és kockázat. Szerintük ez most a bevételi oldalt jelenti, az IPA és a fejlesztési hitel kiesése miatt. A kiadási oldalt megpróbálták ehhez a helyzethez igazítani. Ez szerint 2020-ban csak a szükséges fejlesztésekkel foglalkoznak, a kötelező uniós vagy a hitelből címzett pályázatok befejezésével. A nem kötelező feladatok támogatását átlagosan 40-60%-kal csökkentették, mellyel 264 millió forintot takarítottak meg a kultúra, sport és a média oldaláról. Közben viszont fenntartanak egy 50 milliós általános és egy közel 400 milliós céltartalék kasszát, a leírtak alapján az elmaradó bevételek, az előre nem látható feladatok és az évközi többletigények pótlására. Egy olyan helyzet, melyben most van Jászberény, mely egy örökölt helyzet is, mely helyzet nem a jókedvünkből alakult ki, és én innen is szeretném megköszönni azoknak a szervezeteknek, azoknak az intézményeknek, sport és kulturális részvevőknek, akik belátással voltak erre a helyzetre, és azt tolmásolták felénk, akár írásban, akár szóban, hogy ezt az évet, ezt a helyzetet el tudják fogadni, és nyilván, hogyha nehéz is, de megpróbálnak vele megbirkózni, és pontosan tudják, hogy ezt a helyzetet nem mi teremtettük elő. A Fidesz képviselőcsoportja szerint más a megoldás. Ugye a két beruházást majd kitérek rá, tehát nem biztos, hogy ebben az évben kellene megvalósítani, és az önereje 325 millió forint. Mi 200 milliót javasoltunk, hogy annyival kevesebb adókiesést tervezzünk, tehát nem 600 milliót, hanem 400 milliót. Pontosan az előbbi vállalkozói fórumban elhangzottakra. A malom utolsó előtti, de még pénzmozgással járó számláját meg lehet oldani, természetesen a pályázati szereplőkkel együtt, hogy ne ebben az évben fizessük ki, ami ugye 287 millió forint.
Tehát ezzel a négy résszel mi a hitelt ki tudtunk volna venni a költségvetésből. Tamás Zoltán szerint ezeket a javaslatokat be kellett volna vezetni a költségvetésbe. Erre reagálva Balogh Béla alpolgármester hosszasan bírálta a Fidesz eddigi gazdaságpolitikáját és együttműködési hozzáállását. Szerinte a kötelező feladatokat ellátó területek bérfejlesztésével kellene törődni, ezek az igazán fontosak a városnak. Egy-egy sportegyesület túltámogatásának a csökkentése? Ebből kell problémát csinálni? Azt nem hallottam egyetlen, most sem, hogy miért nem kapnak a bölcsödébe a dolgozók többet, vagy a szociális otthonba. Vagy egyáltalán lehet-e kukásokat találni az autóra ennyi pénzért? A Mi Hazánk mozgalom képviselője szintén nem értett egyet a pénzügyi megszorításokkal, melyet szerinte a képviselő testületnek önmagán kellett volna kezdenie. Derékszínnak a meghúzását azt önmagunkon kellett volna kezdeni. Tehát, hogyha mondjuk a képviselőtestületnek a anyagi forrását megfelezzük, tehát a díjazást mondjuk egy 50%-kal csökkentenénk, az alpolgármesterek és a polgármester úr is egy 50%-kal lemondana a díjazásáról, akkor úgy gondolom, hogy előrébb lennénk valamennyivel. Tehát ez egy javaslat is egyben. A felvetés nem az SMS-nek megfelelően benyújtott módosító volt, így azt érdemben nem is tárgyalták. De a képviselő a Jakuzák és a Folklórkulturális Közalapítvány és a Korikör részére benyújtott módosítóját elfogadták, mely ebben a három esetben az előző évi támogatást biztosítja a működéshez. Az egyetnemértés ellenére a Fidesz frakció nem nyújtott be a költségvetés szerkezetét, vagy a főszámokat jelentősen megváltoztató módosítót. Csak egy, a Városüzemeltetési Bizottságtól a Városfejlesztési Bizottsághoz átkerülő 20 millió forintos forrással kapcsolatban, mely a körzeti fejlesztések összege. Utóbbit módosították a költségvetésben. A végszavazásnál elfogadták Jászberény város 2020 évi költségvetését. 8 igen, 1 nem és 6 tolszkodás, mert elfogadtuk. Köszönjük szépen! Végül pedig csak néhány tétel a 84 oldalas számtalan táblázattal tarkított költségvetésből. A téli rezsicsökkentő intézkedésektől elvontak 8 millió forintot, de az idősek gyógyszertámogatására plusz 10 milliót állítottak be. A vissza nem térítendő letelepedési támogatásokat 20 millióról a felére csökkentették, de a társasházak homlokzat felújítására 9 millióval több jut idén. Nem így az ösztöndíjakra, amelyből 1,5 milliót, és az adventi karácsonyi díszkivilágításra, melytől a teljes 6 millió forintot elvonták. A költségvetés előterjesztését letölthetik Jászberény város honlapjáról a képviselőtestületi ülések nyilvános anyagai és jegyzőkönyve menüpontban. Az ülés egyéb témáiról a Hír 18 következő adásaiban hallhatnak. Elfogadták Jászapáti 2020-as költségvetését is az önkormányzati testület soros februári ülésén. A város képviselőinek és a hivatal dolgozóinak döntés előkészítő munkája jól sikerült. A nyílt ülésen ugyanis vita nélkül egyértelmű támogatás mellett fogadhatták el a 2,4 milliárd forintos fő összeggel számoló gazdálkodási tervet. A Jászapáti rendőrőrsön szolgálatot teljesítő állomány tagjai közül 10 fő részére a Jász-Nagymunszolnok megyei rendőrfőkapitány úr javaslatára jutalmat adományoz Jászapáti Városi Önkormányzat. A jutalom Pócs János országgyűlési képviselő úr által felajánlott nyomravezetői díjból és önkormányzati forrásból tevődik össze. A helyi rendőrök elmúlt évben végzett áldozatkész munkáját és a Lurri szobor megrongálóinak gyors felderítését jutalmazta az önkormányzat a megyei rendőrkapitány javaslata alapján a soros testületi ülés elején. A polgármester és az alpolgármesterek két ülés közötti tevékenységéről szóló tájékoztatóval kezdődött az önkormányzat munkája, majd áttekintették a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, illetve az átruházott hatáskörökben hozott határozatokról szóló beszámolókat, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján döntöttek a polgármesteri hivatalban dolgozó közszolgálati tisztségviselők illetménye alapján a kiegészítéséről. Ezután tértek rá a 2020-as költségvetés tárgyalására. A Jászapáti város költségvetési főösszege alapesetben, amikor nincsenek átfutó pályázati források benne, 1,3–1,4 milliárd forint főösszeg körül van. Jelen esetben a 2020-ra tervezett bevételi és kiadási főösszegünk az 2,4
egész 44 század milliárd forintról szól, tehát látható, hogy 1 milliárd forintnyi átfutó pályázati forrás van a 2020-as költségvetésünkben. A településvezető egyértelmű eredményként számolt be arról, hogy a pályázati támogatások segítségével a város éves költségvetéséhez közelítő összeg felhasználásával fejleszthetik városukat. Jászapáti korábbi önkormányzati képviselője, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés alelnöke méltatta a tervezet előkészítésében végzett munkát, a város pénzügyi stabilitását, hogy hitelfelvétele nélkül tervezhetik a kiadásokat. Az a 2,4 milliárd forintos költségvetési főösszeg, amelyet a polgármester úr is megjelölt, nyilván nem új keletű a város életében, de jól mutatja azt, hogy ezeket a finanszírozási lehetőségeket, amelyek a város számára adottak, és nem egy esetben indikatív módon mi magunk is próbáltunk elébe menni, az iparűzési adó kapcsán a helyi pénzügypolitika vonatkozásában a lehetőségeinknek. Ezt maximálisan igyekszik kihasználni és bevonni olyan forrásokat, amelyek az Európai Uniós fejlesztések által megnyíltak számunkra. A fejlesztések pályázati támogatással megvalósuló finanszírozásánál is nagyobb hangsúlyt fektettek az önkormányzati dolgozók béremeléséhez szükséges források biztosítására. Nagyon nagy hangsúlyt kellett fordítanunk a önkormányzatunknál dolgozók bérének és ehhez kapcsolódó járulékoknak a betervezésére, hiszen a 2020-as évben is változott a minimálbér, valamint a kötelező bérminimum értéke, és ennek a kiegészítésére önkormányzati forrás szükséges. Elsősorban kötelező feladatainknak a megvalósítására törekszünk, és ahogyan a jogszabály is szól, az önként vállalt feladatainkat is igyekszünk megvalósítani, csak is úgy és kizárólag, hogy ez ne menjen a kötelező feladatok rovására. Mutatott rá a teljes képviselőtestület egyetértésével elfogadott költségvetésről szólva Farkas Ferenc polgármester. Ezt követően számos helyi rendelet módosítását szavazták meg, köztük a város idei közbeszerzési eljárásainak ütemtervét is. Igen, szavazattal elfogadtuk. Megyénkben egyedül Jászfényszaru városában emelkedett az ott élők száma. Népességfogyás az elmúlt 30 évben megfigyelhető szinte minden városban, kivétel ez alól Jászfényszaru. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte rövid híreink következnek. Rekordszámú házasságkötés 2019-ben és farsangi mulatságot szervezett a Jásztánc Alapítvány Jászapátin a Szakmári Hagyományőrző Egyesülettel közösen. Rövid híreink következnek. Reneszánszát éli a házasságkötés Magyarországon. 30 éve nem kötöttek annyi házasságot, mint 2019-ben, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Nemzetközi összehasonlításban is Magyarországon nőtt leginkább a házasságkötéseknek a száma az elmúlt években. És hogyha megnézzük, hogy 2010-ben egy olyan mélypont volt, amikor nagyon kevés házasságot kötöttek, és ráadásul a válásoknak és az özvegyüléseknek a száma kétszer annyi volt, mint a házasságkötéseknek száma abban az évben. Ehhez képest most eljutottunk oda, hogy az elmúlt 30-40 évben tapasztalható legmagasabb házasságkötéseket éljük. Tehát a fiatalok ma Magyarországon ismét házasságban szeretnének élni, és gyermekeket szeretnének. Ez köszönhető annak is, hogy egy családbarát politikát folytatunk 2010 óta, folyamatosan bővítjük a családtámogatásokat. Tavaly bevezettük a családvédelmi akciótervet, lehet babaváró támogatást kapni, ott az otthonteremtési program, a CSOK, és utána a gyermekneveléshez is folyamatosan segítséget, támogatást nyújtunk. Azt szeretnénk, hogyha Magyarországon a fiatalok házasságot köthetnének, hogyha megtalálták a párjukat, és utána akkor is annyi gyermeket vállalhatnának, amikor és amennyit szeretnének. Mi ezért dolgozunk. 2019. januárja és novembere között mintegy 62 ezeren kötöttek házasságot, 84%-kal többen, mint 2010-ben. Remek hangulatú farsangi mulatságon temette a telet a Jásztánc Alapítvány a Szatmári Hagyományőrző Egyesülettel közösen. Kicsik és nagyok ismerkedhettek meg a kalocsai hagyományokkal, táncokkal és énekekkel. A Jásztánc Alapítvány a hagyományos farsangi báját, farsangi rendezvényét most egy kicsit mégis a hagyomány elhagyó módon szervezte meg február 1-én a Művészetek Házában Jászapátin. Ugyanis most nem a farsangi jelmezre helyeződött a fő hangsúly, hanem inkább a hagyomány ápolásra és a hagyomány őrzésre, mégpedig a
kalocsai szakmári hagyományőrző csoportnak a tagjai voltak vendégeink, és a Jásztánc Alapítvány csoportjainak apraja nagyja kedves szórakoztatására voltak. Megismerhettük a viseleteiket, a hímzéseiket, aztán természetesen a táncaikat is. A zenében segítségünkre volt a játszó zenekar Pál Mihály segítségével, és hát tényleg minden csoport képviseltette magát, a legapróbbaktól a hagyományőrzőkig, és egy nagyon jó hangulatú délután este kerekedett belőle. A rendszerváltás évéhez viszonyítva megyénk lakossága összességében csökkent. A Központi Statisztikai Hivatal által nemrégiben közzétett adatsor szerint a népességfogyás általában jellemző a városokra is az elmúlt 3 évtizedben. Egyetlen kivétel Jászfényszaru, ahol az 1990-es számokhoz viszonyítva emelkedett a városban élők száma. Jászfényszaru számára kedvező népesedési adatokat közölt nemrégiben a Központi Statisztikai Hivatal. Az ország népességéhez hasonlóan megyénk lakóinak száma is csökkent 1990-hez viszonyítva. A rendszerváltás évében még 425,5 ezeren éltek Jásznagykunszolnokban, az elmúlt évre ez az adat 370 ezerre esett vissza. A megyei városokban élők száma is csökkent általában 3 évtized alatt, az egyedüli kivétel Jászfényszaru. 5825 főről 6168-ra emelkedett. A növekedést a legtöbben az ipari termelés a munkahelyek számának bővülésére vezetik vissza. Tavaly ünnepeltük a kalapgyár letelepedésének 50. évfordulóját, tehát megjelent Jászfényszaron az iparkultúra. Az iparkultúra mellett egyfajta szolgáltatási igény, és általában jellemző volt a jászfényszarui lakosokra, hogy a munkahely mellett még valamiféle kertészeti tevékenységet végeztek, tehát itt egy rendkívül ügyekvő és igényes lakosság volt. Az ipari termelés megjelenése, majd a 2000-es évektől folyamatos bővülése a munkahelyek számának dinamikus emelkedését vonta maga után. Közben pedig a lakosság támogatásával teljes egészében kiépült a helyi infrastruktúra. A városba letelepedni szándékozók számára új telkeket alakítottak ki, visszanemtérítendő támogatásokkal segítették a fiatal házasok életkezdését. A helyi intézmények felújítása mellett új óvodát is építettek, majd a bővítés egy új bölcsőde átadásával folytatódott. Szélesedett a civil közösségek összejöveteleinek teret adó létesítmények köre, valamint a helyi sportélet résztvevői számára is új lehetőségek nyíltak meg. Legutóbb a tanúszoda kialakításával gyarapodott a sportinfrastruktúra. A fiatalok helyben maradása és önálló életkezdésének segítése érdekében az önkormányzat nemrégiben egy új lakásfelújítás támogató program elindításáról határozott. A bontáshoz 500 ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat, és ha építkezésre szánja magát egy fiatal, akkor ehhez 2 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphat. Ha vásárol, akkor maximum 2 millió, és ha felújít, akkor ugyancsak ilyen nagyságrendű támogatást kaphat. Ezáltal a település arculata, képe és a korábban kialakult, kiépített infrastruktúra hasznosul. Az ECI-re fordított támogatási keret ebben az évben 50 millió forintos lesz a városban. Az épületek közösségi terek felújítása mellett a fiatalok számára szervezett eseményekről sem feledkeznek meg, hogy szeressenek a városban élni, és hogy a helyi kötődésüket erősítő programokon vehessenek részt. Az önkormányzat támogatja, amihez kapunk megfelelő mennyiségű forrást is. Tervünk az, hogy minél több fiatalt vonjunk be, mert nem biztos, hogy nekem kell kitalálni, hogy ők mi az, amire kíváncsiak, hanem az ő segítségükre számítok, mert azt kell támogatni, amire ők kíváncsiak. Ez széles körű lehet, ez egészen a társasjátékozástól, ami egy alap, amikor elmegyünk egy rendezvényt, meglátogatunk közösen, és úgy éljük meg közösen ezt az élményt. Mindez hozzájárulhat Jászfényszaru lakosság számának további bővüléséhez, a település népesség megtartó erejének növekedéséhez. 2015-ben indította el a Jászberényi Önkormányzat a szakképzési ösztöndíj programját, mely az elmúlt években több ponton is módosult, annak érdekében, hogy a pályázók a lehető legjobb feltételek mellett vehessenek részt benne. Csütörtökön délután a Jászberényi Városházán aláírták az idén életbe lépő tanulói szerződéseket, melyek támogatását már a napokban egy összegben kapják a diákok. Az évente megrendezett szakmaválasztó kiállítás, a kreativitást is megmozgató digitális alkotóműhelyek,
és az államilag kialakított ösztöndíjrendszert kiegészítő városi támogatások is igyekeznek meggyőzni az utat kereső diákokat és szüleiket, hogy a jó szakma egy biztos, kiszámítható jövőt jelenthet, miközben a települések saját munkaerőpiacukra orientálják a hiány szakmákat választókat. Magas szakmai ismeretszerzés mellett az életük során szakmunkát végeznek, és ennek a szakmunkának, ennek a színvonalú szakmunkának az eredményeképpen biztosítják önmaguk, családjuk számára, környezetük számára, vállalkozás számára, és következésképpen a teljes városi közönség a város számára, a város gazdasága számára a boldogulásra megélhetést, tehát ez az ünnepség, ezen fiataloknak az ünnepe. Betlendi Béla Jászberény Város Humán Jogi és Közrendi Bizottságának elnöke köszöntötte a városháza dísztermét megtöltő diákokat és szüleiket a szerződés aláírások ünnepségén. Majd ismertette az elmúlt 5 esztendőben bevezetett szerződési változásokat, melyeket a résztvevők észrevételei alapján építettek be a rendszerbe, hogy a legjobb feltételeket biztosítsák a pályázóknak. 2 fontos változás került bele a szakképzési ösztöndíj szerződésekbe. Az első, hogy már olyan nem Jászberényi oktatási intézményben végzett hiány szakma oktatást is támogat a város, amit helyben nem lehet elérni. Illetve a 4+2 éves képzések befejezése érdekében a pályázók korhatárát 20-ról 22 évre módosították. Idén üdítő változás volt az is, hogy 3 lányt is láthattunk a pályázók között. A támogatott diákoknak a következő években már nem kell újra pályázniuk, de ösztöndíjuk mértékét évente felülvizsgálják a tanulmányi átlagok alapján, melynek minimálisan el kell érnie a 3-ast. A 20-25-30 ezer forintos havi ösztöndíjakat a város már jövő héten utalja a 2019. szeptemberétől visszamenőleg is esedékes összegekkel együtt valamennyi ösztöndíjas részére. Hát azért nagy előrelépés, mert nem tudjuk még, hogy majd amikor vége az a suliba, akkor milyen irányba megy, de így azért látjuk, hogy akkor már van egy előszele ennek az egésznek. Milyen szakirányra szeretném menni? Ilyen villanyszerelési, elektrotechnika, ilyesmiben gondolkodom a jövőben is. Előrelátó vagy, hogy ebben jól lehet elhelyezkedni, jó munkahely, jó biztos fizetés, szóval miért választottad? Hát úgy gondolom, hogy már szerintem ez jó fizetéssel tud járulni, igazából ezért. Stabil munka. Igen, igen. A Bazsó családban közös beszélgetés eredménye lett a szakképzés és a Liska kiválasztása, ahol automatikát tanul Roland. Szükség volt rá, hogy egy picit jobban átgondoljuk, hogy mi is a jövő és miben érdemes? Ez nem volt egyszerű. Nem volt egyszerű, de közösen döntöttünk így, hogy mi legyen a továbbiakban. Mit gondolsz? Ez a fajta szakirány, ez hosszú távú, kiegyensúlyozott életet, vagy egy előre tervezhető életpályát, szóval mi az, ami ilyenkor a tervezés szempontjából fontos neked? Hát ebben a szakmában mindig fejlődik a szakma, szóval megélhetésnek a jövő a mostani generációnak tökéletes, szóval mindig lesz mit csinálni. A támogatás célja, hogy elősegítse minél magasabban kvalifikált szakemberek képzését a Jászberényi munkaerőpiacra. A csütörtökön aláírt 17 új szerződéssel együtt az elmúlt 5 tanévben már 85 tanulót sikerült anyagilag támogatni, akik közül 4-en a felsőfokú szakirányú képzés és a másod hiány szakma megszerzése felé indultak. De 9 fő már munkavállalóként dolgozik a városban. Többen pedig a foglalkoztatási kötelezettségüket is teljesítették már, de továbbra is Jászberényben keresik meg a kenyerüket. Híradónk után hamarosan kezdődik a fáma, Gyurica Horváth Kitti már várja Önöket és ismerteti a témát. Szia Marika! A mai fámában egy nagyszerű kiállítás megnyitóval egybekötött képzőművészeti alkotónapot mutatunk be, melyet a Hamza Gyűjtemény és Jász Galéria, valamint a Jövőkép Alkotók Egyesülete közösen szervezett meg. Kettős jubileumok apropóján. Tartsanak velünk rögtön a Hír 18 után, kezdődik a fáma. Híradónk végén lássuk még egyszer főbb híreinket röviden. 8 igen, 1 nem és 6 torzkodás, mert elfogadtuk, köszönjük szépen. Növelték az intézményi ellátórendszerre szánt keretet, de a nem kötelező feladatok ellátásának támogatását jelentősen csökkentették. A Jászberényi Városházán aláírták az idén életbe lépő tanulói szerződéseket. Jászfényszaru kivételével megyénk lakossága csökkent. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon.
Vigyázzanak magukra és egymásra, minden jót kívánok! Stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.